Rokonai, családtagjai körében ünnepelhette 100. születésnapját Tóth Lászlóné. A kerekévforduló alkalmából a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény Rákóczi úti egységében rendeztek meglepetés ünnepséget Magdi néninek. A város polgármestere is ellátogatott a szülinapra, aki egy virágcsokorral és üdvözlőlappal köszöntötte az ünnepeltet. A születésnapos lánya, Szabó Lászlóné Piroska elárulta, nem volt egyszerű édesanyja élete. Nem vigyázott soha, meg sokat dolgoztak, kárt is volt, meg hát sokat dolgozott a 3 gyerek mellett, és mégis hát megérte ezt a kort. Magdi néni élete során élt Felvidéken, majd Magyarország számos településén is, végül 1970-ben költözött Székesfehérvárra 3 gyermekével. A hölgy azt mondja, habár számos nehézé vál a háta mögött, mégiscsak a legszebb pillanataira gondol vissza, családtagjaival pedig szoros viszonyt ápol. El voltunk szépen a gyerekeimmel is, Szekszárdon 2, itt van 1, aztán örülök neki, hogy ez minden héten bejön. A családi összejövetelen Víziváros önkormányzati képviselője Horváth Miklósné is tiszteletét tette, Isten éltesse még sokáig Magdi nénit.